Tehát gyakorlatilag akkor, hogyha felépítjük ezt a mérkőzést, illetve az előzetes esélyeket, akkor itt a taktika az lehetett, hogy John Part megnyeri az első meccset, miután a másodikat nagy valószínűség szerint el fogják veszíteni a kanadaiak, és akkor majd a páros eldönti a továbbjutást. Tehát így most, miután Asada megverte John Partot, borult ez a taktika. Bravúrra hát lenne igen, szüksége. De itt érdekes módon, ugye John Part az első számú játékos, tehát ő ment is előre, olyan, mintha a japánok cseréltek volna embert, mert mármint egy felállást, tehát minthogyha Asada ment volna előre, mert náluk Muramatsu az első számú játékos, és mégis ugye Asada kezdte ezt az összecsapást. Bár teszem hozzá, hogy a csapatlistán nem tudom, hogy ott névsorba teszik-e őket, vagy pedig erős sorrendbe, de a nevezési listán egyébként Seigo Asada van előre írva, tehát simán el tudom képzelni azt is, hogy ott ezúttal ő az első számú. Kezdődik tehát a második meccs. A fiatalembert láttuk, hogy táncolni nagyon tud, hogy táncozni ma hogy tud, mindjárt kiderül. Hát az első három betűjük stimmel egyébként mind a kettőnek. De az ugyanaz a kezdés a neveknél. De hát Dimitri Vandenberg úgy látom kihívót kapott a tánc parketten, mert a kanadai srác nagyon jól érezte magát itt a bevonulásnál. Egy kemény hármas. Na, ezt majd nehéz lesz az ő játékát lekövetni, lehet a rendezőnek. Igen, az újoncoknál egyébként mindig megvan ez a problémája a rendezőnek, hogy egyáltalán nem ismeri a játékát. Bár itt, ahogy itt néztük a közvetítés elejét, az teljesen mindegy volt, hogy ki játszik, mert olyan volt, mintha senkinek a játékát nem ismerni a rendező. Én úgy tudom, hogy a Sky Sport ugyanazzal a stábbal dolgozik. Persze, miután Németországban van a verseny, elképzelhető, hogy német stáb dolgozik német rendezővel. Tehát a Premier League-ben én azt hiszem, hogy az a stáb dolgozik, akármelyik helyszínre is mennek Anglián belül, illetve Nagy-Britannián belül. Már kiszállónál Muramatsu. Ott a tripla 20. Ó, az átment a tripla 3-ba, így ebből nem tudja megcsinálni. De hát bőven lesz rá lehetősége. Kanadai szerintem nem fogja levinni kiszállóra, bár most dob egy tripla 20-at. Szóval szép! Ne becsüljük le! 144! Csak lehet, hogy késő lesz már. Az megvan, és a dupla 20. Meg lehet belőle. Ó, de fölé dobta. Nagyon fölé dobta, igen. Érte, aláment. Az megvan, az de. Jó, csak kicsit, és a 69 maradt. 70-re csak egy egyes dobott a tripla 18 helyett. Na nézzük most. Az megvan. Benne van. Break-kel kezdi a meccset Muramatsu. Van. Nézzük Marshallt. Szép az utolsó nyír, 93. Nagyon érdekes nyila van egyébként Muramatsunak, érdemes megnézni, mert ritkán találkozni ilyen formájú alakú nyillal. És lehet látni, hogy az ő kezének mennyire jól áll ez a, amikor fölveszi a nyilat, érdemes megnézni, hogy pont abban, ahogy véget ér az a kicsit kúp alakú része a nyílnak, ő pontosan ott fogja, és nagyon szép stílusban játszik, szinte
teljesen egyenesen, sőt, lehet mondani, hogy kb. 90 fokot bezárva állnak bele a nyilai a táblába. Nagyon szép stílusban játszik, de hát ezt már évek óta megszoktuk tőle. Elgémbe lettek azok a kezek a táncba, lehet, hogy... Közben gyakorolja a dobást Muramatsu a háttérben, igen. A mozdulatot. És milyen jól tette, hogy ezt... Ugye? Bemelegített, rákészült, úgymond. 140. Gyönyörű. Már is lent van kiszállón. Úgy ugyanazt csinálja, tehát... Jelenlegi. Nagyon jó. Amíg a táblánál dobál. De az viszont szép, 140. Hasonlódik ő háttérben dobál. Kis árnyék. És megint bejön. Ja, látod? Itt a nagy titok. Meg felfedtük. És nem jön a bull. Szép lenne. Ha sikerülne. Egyet láttunk ma ilyet Andersontól. Egész VB-n. Igen. 45. Na és akkor eljött most Muramatsu ideje. Megdobja a 9-es, dupla 8-ra 2. Az nem jó még. Az viszont igen, 2-0-ra vezet a japán. Game on. 100, nem olyan rossz kezdés. Muramatsu is megdobja ezt a 100-ast. Dárcol, ott háttérben meghúzza magát. Hopp, egy szektorhiba. Na, ezt most kihasználhatja más. Bizony, ez most lehetőség a felzárkózásra. És úgy tűnik, él is vele, nagyon is, jaj. Nagyon is. Így is nagyon szép. Száz válasz viszont. A brazilok játszanak majd a következő meccsen a skótok ellen. Nagyszerű. Ebben a legben most nagyon jól játszik a kanadai. Kérdés viszont a kiszállózása milyen lesz. 11. Az jó, és a dupla 20-ra van 2 nyila. Dupla 10. Óha. Lehet, hogy hiába volt nagyon jó a játék a legen belül, ha a kiszállót nem tudja megcsinálni, mert most Muramatsunak van esélye. És őnek is csak egy nyila lesz, hogyha eltalálja a kerekítőt, az megvan. Dupla 20. Ő sem dobja meg. Nagyon fönt, nagyon igen. Fölé vágta. Visszaszáll az esély a kanadaira. Húha! Na, egy nyila marad, mert az ötös mezőt belülről talált el. Nem. Ezzel sem birkózott meg Marshall.
Dupla 20, az a klasszikus kiszálló, meg is csinálja Muramatsu. 3-0-ra vezet a japán, pedig Marshallnek itt most meg volt a sansza. Egészen a kiszállózásig nagyszerűen játszotta végig a leget. Ez a kanadai számára elég demoralizáló kezdés volt a japántól. Nem jöttek a triplák. Végül is kezd kiütközni az, ugye, amiről beszéltünk, már a páros mérkőzések alatt is látszódott, hogy a két japán rendkívül egyben van, nagyon egyforma, kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtva játszották le a páros meccsüket, míg azért ugye John Partyk, hát maradjunk annyiban, hogy szépen elcipelte a hátán John Part a fiatal versenyzőt Olaszországán, és az olaszok azért elég gyengén muzsikáltak. És most viszont kiütközik az, hogy ha John Part kikap, akkor a kanadai párosnak is valószínűleg befellegzik. Annak ellenére, hogy most egy nagy kör dobott fiatal ember, de nehezen tudom elképzelni, hogy négy leget tudna nyerni zsinórban. Hát azt mindenképpen, az benne van a pakliban. Most feldobódik egy kicsit. Előző leggel sem volt probléma, mindaddig, amíg el nem jutott a kiszállóig. Nem jön még a szektor sem. Képest, hogy milyen hosszasan rákészült, szépen elrúgja a szektort. Itt sem jön a tripla, de még az utolsó, ha meg lehet, meg is van, 48 marad. Az gyönyörű, 62-re, 12-ből a tripla, az dupla, 13. Kár, de szép lett volna, 119-et megcsinálja. Megint a duplával volt problémája. 16, nem oda dobott. De oda, igen, és akkor még egy meccsnyíl, dupla 8. Gimnasztikázik egy kicsit. Kevés volt az árnyék dárc hátul. És meg is tessék. 4-0 Muramatsu javára. Kicsit üresben meg kellett mozgatni a kezét, és már is sikeres. Az első mérkőzés ma, amely nem páros mérkőzésbe torkolott. Így van, és egy 87,1-es átlaggal húzta be Muramatsu ezt a meccset. Elég volt, hiszen 80,64-et dobott csak a kanadai. 0%-os kiszállóval, miközben 40% volt Muramatsutól, de hát ennyi is elég volt Japánnak a sikerhez, és hát most kevés volt ez. Ez most nagyon kevés volt hozzá. Táncolni jobban tud, mint a japánok, lehet, bár nem láttuk a japánokat táncolni. De minden esetre benn vannak a 8 között, és ez, azt gondolom, hogy nekik mindenképpen egy nagyon jó eredmény. Szünet, és aztán jön a skót-brazil meccs. Oh, Gurney and Dolan.